Sziasztok! Közületek bizonyára sokan látták a február környékén, azt hiszem februárban volt egy videóm, amikor is egy Mazda MX-5-öst mutattam be, aminek volt egy pici sérülés az elején, és 1.600.000 forintos kárfelvétel tartozott hozzá, de én 120-130.000 forintba javítottam meg, ebből 30.000 volt a fényszóró mosónak a fedelem, ugye gyári alkatrész. A maradék 90-100 000 forint volt maga az autó javítása, és ebben a videóban nevesítettem is a kárvertikált. Ez a videó valami 560.000 környéki megtekintésnél jár most, úgyhogy kijelenthetjük, hogy elég elérte a foglalkozás a célját. Ennek a videónak a kapcsán fölhívott egy Marius nevű úriember a kárvertikáltól, hogy nagyon szívesen látnak engem Vilniusba, nagyon szeretne velem találkozni a fejlesztő, az alapító, vagy ügyvezető igazgató, az elnök, tehát mindenki, és szeretnék elmagyarázni nekem, hogy ők hogyan dolgoznak. Meg is egyeztünk abba, hogy kimegyek április 1-én, lesz kaja, pia, napi díj, minden, csak hát ugye közbe szólt a Covid, és ugye le lettek zárva a határok. Aztán a Marius időnként előkerült, megkérdezte, hogy vagyok, stb. Ilyen udvariassági beszélgetések voltak, és hogy hát csak dolgozzunk együtt, meg hasonlók, és visszakérdeztem, jó, de akkor most már vannak-e képek, meg ilyesmik, és akkor hát mellébeszélés, és közbe folyamatosan próbált egy napi rendben tartani a dolgot, egy hónapban egyszer rám írt, hogy mi van velem. Ősszel aztán most fölhívott, hogy rengeteget fejlesztettünk, de tényleg, és akkor most már olyan jó az oldal, hogy nagyon, és higgyem el, és rákérdeztem, hogy és vannak-e már képek a törött autókról, erre nem kaptam egyenes választ, hanem csak folyamatosan fújta a marketing bullshit-et, hogy de tényleg, és most már annyi ország, és nagyon sok adatbázis, és ehhez is, és ahhoz is, és mindenhez is hozzáférünk, úgyhogy a mai videó témája az lesz, hogy megnézzük, hogy mennyivel lett jobb a kárvertikál, mint volt régen. Nézzük az oldalt. Itt van kárvertikál.hu. Van-e itt valami példa? Mintajelentés megtekintése. Tekintsük meg a mintajelentést, Volkswagen Passat, egyes alvásszámmal az Amerikát jelent. Itt van, hogy ez fog szerepelni. Kilométer lopás, baleset, taxi volt-e? Nézzük akkor, hogy így gyártották Németország, amíg ez nem stimmel, mert egyesek kezdődik az alvásszám, de ez egy példa jelentés, úgyhogy most itt ne litvánok, nyilván előkerülnek, mert litván a cég. Bérautóként használták, igen, Lengyelországban nyilván. Lopott járművek ellenőrzése, tanács, kilométer óra állás, ugye nyilván itt prezentálnak nekünk egy kilométer óra visszatekerést, kilométer óra ellenőrzés, jó, tanács, nagy tanács is van, hogy ő sérülés, 10.000 euró. Nézzük, van-e kép? Mert engem az érdekel a kép. Blablabla, bla, bla, ez most annyira nem érdekes, nem fogom egyesével visszaolvasni, vagy felolvasni. Felszereltség angol nyelven. Jó, az nem érdekes, még itt mindig felszereltség van, még mindig felszereltség. Jó, fényképek, 17/4. Hónapban. Na ez nem 10.000 eurós kár, gyerekek. Az látszik itt az autónál, itt a lámpánál, hogy ez egy amerikai lámpás Passat, amerikai piacos, de hát azért ennek úgy van baj a gazdagom. Lufik elnyílva, meg az elején szépen le van csavarva. Tanács, vegye alaposan szemügyre lehetséges karosszéria sérüléseket, a színt és a külső elemeket. Fú, na ez aztán tényleg marha komoly tanács volt. Itt van az alvásszám, típusra jellemző hátrányok és visszahívásokra.
Na, ez itt megint a nagy semmi. Meghibásodott légkondi kompresszor, kéziváltó meghibásodott, az még pont nem annyira jellemző rá. Kipufogás visszavezető szelep meghibásodik. EGR szelep. Lentkerék, hát most ez mindegyik autóz ide lehet írni, tehát nagyon tanácsokat nem adott. Előnyz gumiabroncsok állapotát. Figyeljen a hibás tömítésekre. Folyadék szintet, kipufogás színét. Jó, hát ez itt aztán tényleg ez a teljes maszlag. Semmi értelme. Következő oldal. Jó, az a lényeg, hogy kapunk egy körözési listát, egy fényképeket az autóról, hogy milyen törések voltak rajta, ami ugye nagyon hasznos, mert hiába van itt az ár, a sérülésből fogjuk látni. Na, akkor most nézzük, haladjunk tovább. Máriusz nagyon erősködött, hogy küldjek neki alvásszámokat, és akkor ő küld nekem jelentéseket, és meg fogom látni, hogy mennyire szenzációs az oldal. Küldtem a saját Honda S2000-esemnek az alvásszámát, ami Olaszországból jött. Küldtem egy 540-es BMW-jét, amit az USA-ban helyeztek forgalomba, ott tört össze, onnan átvitték Litvániába, és Litvániából vette meg egy ismerősöm az autót. Volt nálam egy Suzuki Swift Sport, amin egy ilyen nagyon minimális sérülés volt, illetve egy Toyota Prius, amin szintén egy ilyen, hát egy nagyon apró meghúzás volt, kíváncsi voltam, hogy mit küld erről nekem a Máriusz. Nagyon érdekes eredményeket kaptam vissza. Az S2000-re azt írta, hogy no data for Japan cars, a Suzuki Swift-re szintén, az 540-es BMW-re küldött egy jelentést, és a Priusra is küldött egy jelentést, pedig hát az is japán autó. Visszaírtam neki, hogy de a Honda az Olaszországból van, a Suzuki Németországból, a Prius szintén Németországból. Oké, de a japán autókhoz nincsenek adatai, tehát a japán gyártmányokhoz. Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda, ezek. És az oldalon nem találtam olyan figyelmeztetést, hogy japán autókra nincsen adat. Mindegy, a Priusról küldött egyébként, és akkor nézzük, hogy mi a zsákmány. Meg ez itt az 5-ös BMW-nek a jelentése. Így gyártották Németország, itt regisztrálták, tulajdonviszony USA, New York. Menjünk a képekre, az a lényeg. Eladásra kínálták, találtunk sérülést Litvánia, ugye odament, itt vizsgáztatták Kaunas, karbantartást végeztek rajta Magyarországon. Tanács, nagyon jó, lopott járművek, nem körözött kilométer óra állás, na most itt azért vannak benne hülyeségek, itt van 3500-3, ez biztos, hogy elírás, meg 36000-ről 35051, itt van benne egy ilyen hullám, ez biztos, hogy valami adminisztratív hiba, meg ki az a hülye, aki a 17 kilométerrel forgalomvezett autót utána 3500-ról 3-ra tekeri, mi a jelentőség és semmi. Tehát ez tudja, hogy van adminisztrációs hiba. Nézzük tovább, sérülés. Volt sérülve, de ezt tudtuk is. Jó, itt nincsen semmi, bejegyzés totálkáról nincs. Ár korábban eladásra kínáltak 18000 dollárért. Jó, a felszereltséget nem nézzük vissza, fantasztikus tanácsok van. Itt a fénykép. Még itt van a weboldal is, ahol eladták az autót. Jó látványosnak tűnik a sérülés egyébként. A laikus számára mindjárt tovább nézzük a képeket. Itt ez a segédnyúlványnak az eleje, az van meg sérülve. Ez itt ki van hajtva egy darab lemez, az nem a géptető, mert a géptető az itt van alatta. Az nem tudom micsoda a tetején. Hát ez hátul is semmi. Lufi kinyílt.
és itt látszik a sárvédő lámpa benne. Hát itt van egy pici sérülés, igazából ez nem egy nagy dráma, de nagyon látványos. Jó. Akkor nézzük még meg a Priusét. Lopás. Jó. Ez nem érdekes, nézzük a fényképeket, mert az a lényeg, én arra gyúrok. Kilométer óra állás, az, ez a három adat van meg. Kilométeresen ennyi lehet. Karbantartás. Jó, az itt van. Tehát a karbantartáson vannak adatai, továbbiak mutatása. 140 ezer volt egyébként a kocsiba, 140 valamennyi. Jó, hát a szerviz, azt látják, az látszik tisztán. Jó a sérülés. 1500-3000 euró közti kár a jobb oldalán. Bérdzés mindenféle károkról. Továbbiak mutatása, felszereltség nem érdekel. És nincs egy rohadt kép se. Mutatom a képeket, mert hogy nekem van. Itt van a sérülés rajta, 1500-3000 euró értékben. Itt egy kicsit eláll a lökhárító, ennyi volt. Nagyon meglepett az, hogy Marius odaírta, hogy no data for Japan cars, ezért megnéztem az oldalukon, hogyha beírom ezeket az alvás számokat, akkor mit fogok találni. Nézzük. Találtunk információt az adott járműről, Honda S2000, stimmel a típus, viszont az nem stimmel, hogy előtte meg azt mondták, hogy no data. Nézzük meg akkor a Suzuki-t. Ez ugye egy magyar gyártmányú autó, bár a márka önmagában japán. Találtunk információkat a járműről. Marius, what a fuck? Ez mi a szom? Azt mondtad, hogy nincs adat, itt azt írjátok, hogy van adat. Tehát akkor a lóvé kell, mert ez most arról szól. Nincs adatotok, de itt a napon, a weboldalon azt írjátok, hogy van. Ergo, küldd el a lóvét. Nem annyira egyenes. Írta a Máriusnak, hogy hát ez így nem annyira stimmel, hogy két japán kocsihoz nincsen adat, vagy jelentés. Mondta, hogy küldjek még neki alvásszámokat. Átküldtem neki 5 darab, vagy 4 darab olyan autót, amik magyar egytulajdonosos autók, Magyarországon vásároltak őket, és én a magyar első tulajdonostól vásároltam meg az autókat. Volt egy Passat, Volkswagen Santanaként él a rendszerben, Magyarország, találtunk sérülést, kilométer óra állás, 13 kilométeren és 183.899 kilométernél van egy adatuk. Na most itt a probléma az az, hogy ebben az autóban 118.000 kilométer van. Első tulajtól, vezetett könyvvel, szervizszámlákkal, minden kutyagumival együtt. Tehát itt az ő rendszerükben van egy 60.000 kilométerrel nagyobb adat, majdnem 70, és ha valaki ezt az autót egyszer lekérdezi, akkor ezt fogja benne látni, holott a kocsiba nem ennyi van. És ez az autó, ez egy NATO katonájé volt, ez nem fogja tekergetni az órát, hogy majd elhozza a nepperhez eladni. Nézzük tovább. Sérülés, 80-90 ezer forint egy darab sérülés, ez az oldaláról mutat, a bal első ajtóra mutat egyet. A Priusnál ugye pont fordítva volt az oldal, jobb oldalra mutatta, és a bal oldala volt sérülve, és a hátsó lökhárítóra ír valamit. Akkor nézzük, hogy most mutatnám akkor azt a képet, ami nekem van a kocsiról.
Ez a löghárító, és ez az ajtó. Ez az ajtó márka szervizben lehet Magyarországon kicserélve. Hát itt valakinek hikoccant az oldalának, és semmi, hát ki kell cserélni egy ajtót, és kész van. Nézzük a következőt. Itt van a Chevrolet Lacetti. Magyarországi az autó, illetve hát itt helyezték forgalomba, első tulajtól vettem én is. Nagyon minimális kilométer volt benne. Lopott járművek, hát ki az a hülye, aki Lacettit lap. Nézzük a kilométer óra állást, és nézzük az adatokat. Itt látszik, hogy az első időben 2013-ig még úgy relatív gyorsan mentek, utána alig jártak már vele. Sérülés. Ó, itt van Martin, a kárvertikál sérült járművek szakértője. Na itt is van nyomnak olyan bullshit-et. Senkit nem érdekel. Ja, bla 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 bla. Nézzük. Ez fényképek. Fényképek. Vannak fényképeink. Csodálatos. Na most mutatom akkor a lényeget. Nézzük meg az adatokat. Ezek a fényképek. Nézzük meg itt a kilométer óra állást. Milyen adataik vannak. És akkor nézzük meg hozzá az autót. Lekértem az autónak a jármű szolgáltatási platformról az adatlapját. És itt vannak az adatai a kocsinak. Ugye ez egy ingyenesen ügyfélkapuval hozzá tudsz férni, ingyenesen elérhetőek ezek az információk, és menjünk a kilométer óra álláshoz. Ott lesz a végén. Itt vannak a számok, és akkor nézzük meg, hogy a kárvertikál olyan ugyanezeket a számokat találja-e. Hát ugyanazok a számok vannak náluk, tehát az a lényeg, hogy a jármű szolgáltatási platformról elérhető adatokat, amit ingyen hozzáférsz, azt ők odaadják neked pénzért. Elegáns. Ha a Lacetti fényképét megnézzük, akkor ez egy tipikus magyar eredetiség vizsga. Meg vizsga fényképek, ez a legutolsó, az 2020 második hónapban készült, ez pedig a Gabi barátomnak, aki az én ilyen átírásokat, vizsgákat intézi nekem, az ön okmány nepperem már majd 30 éve, és ez a Gabi barátomnak a műszaki vizsga állomásán készült fénykép, ott csináltak rajta eddigség vizsgát, és ez az a kép, amit ez ingyen hozzájutsz. Nézzük a következő autót. Fiat 500. Hát igazából ez a Fiat 500-as, ez egy Fiat Bravo. 2007-ből, ha jól emlékszem. Nézzük a kilométer órát, hogy a stimmel-e. Kilométer óra állás. Ennyi adatuk van összesen. Sérülés 280-290 ezer forint között. Fénykép egy darab se. És akkor megnézzük az én képeimet. Itt van a jármű szolgáltatási platformon az autó adatlapja. Nézzük meg itt a kilométereket, hogy mindenki arra kíváncsi. Itt az látszik, hogy itt teljesen más adatok vannak, mint a kárvertikálnál. Ott 280 ezeres bejegyzés volt, itt meg van 91, 125, 153, 196, 218, és ugye a 218-as az az enyém. Honda Civic. Ezt a Honda Civic-et egy nagyon aranyos mérnök nénitől vettem, ilyen 70 éves elmúlt, ilyen igazi aranyos nagymama volt.
mi van itt, és arról is tudom, hogy milyen sérülések voltak. Itt van ez a három darab bejegyzés, kilométerről, sérülés. Ott volt, a néni is azt mondta, hogy itt volt a sérülés. Fénykép nincs. A kutya fájt neki. Nézzük meg a Civicnek a JSP-n lévő adatlapját. 2007-es. Ugye itt, ha kinyitjuk, akkor itt vannak a vizsga meg eredettségvizsga fényképek. Itt vannak az eredettségvizsgán a fényképek. Tehát azért ezzel jobbak vagyunk, mint a kárvertikállal. Nézzük a kilométer-óra állásokat a végén. Itt van teljesen lineárisan megy fölfele, és itt van a kilométer-óra állások a vizsgákon. De azt látszik, hogy ez nem annyira nagyon sok alvásszám, de azért sok az adminisztratív hiba benne, a kilométer-óra állás nem stimmel, két esetben nem stimmel a típus, a Passat, illetve a Fiat Bravo esetében. Úgyhogy azért ez felveti annak a kérdését, hogy mennyire hitelesek ezek az adatok, amiket itt találsz. Rendszeresen jön nekem e-mail, hogy most 20% kedvezménnyel autó lekérdezés, stb. Hogy ez most mennyire jó. Van benne egy kis ingyenes szó is, hogy az most nekem nagyon megéri. És ugye a nem a levél fejlécében semmi sem utal arra, hogy a kárvertikál oldalra fog vinni, de oda fog vinni. És nézzük meg azt, hogy mennyi az annyi, mennyibe kerül nekünk ez az információ. A reklámokban korábban még azt mondták, hogy 5000 forintba kerül ez a szolgáltatás. Akkor most nézzük meg, hogy mennyibe kerül ez tulajdonképpen nekünk. Nyilván a 20% kedvezmény ez a pszichológiai miatt van. Valószínűleg ez a szolgáltatásnak a teljes normális ára, csak sokkal jobban hangzik. Itt van a Suzuki, és akkor válasszunk. 5399 forintba kerül. Kiválasztott egy darab lekérdezés. Ugye a dolognak a szépsége még az, hogyha itt van alvásszám és rendszám alapján is lekérdezés. Ha lekérdezed alvásszám szerint, utána lekérdezed rendszámra is, az két külön megkeresés. Arra érdemes választani a 3600 forintos árat, mert ugye abban kettő van benne. Kiválasztott csomag megvásárlása. Azt látjuk, hogy áfával együtt, mivel Magyarországon vagyunk, 27% az áfa, úgy már 6856 forint 73 fillér. És mit csinálunk ilyenkor? Természetesen áfát fogunk csalni, mert kijelöljük azt, hogy mi nem is ebben az országban élünk, hanem hol éljünk. Burundi. Tessék. Az tök jó lesz nekünk. Burundiba vagyunk. Ott csapatjuk éppen Salma Hayekkel vakációzunk, de megnézzük, hogy mennyibe kerül, vagy milyen a megvásárlandó Suzuki Magyarországon. 5399 forint. Ugye az oldal IP cím alapján tökéletesen tisztában van vele, hogy mi Magyarországon vagyunk, de felajánlja nekünk a áfa csalás lehetőséget, és nyilván minden magyar él is ezzel, mert hát minek 6800 forintot fizetni, ha lehet 5400-at is, de ezt majd a NAV megbeszéli a kárvertikállal, ez nem a mi asztalunk. A kárvertikál egy nagyon agresszív reklámkampánnyal lépett a piacra, szinte az összes autós youtubernek a videójában ott volt a kis reklámspotjuk, ahol a videós elmondta, hogy mennyire fain ez a kis szolgáltatás. A használtautó.hu-n a hirdetéseknél mindegyikben ott van a kis logójuk, amire kattintva lekérdezheted az általad megvásárolni kívánt autót. Hát látod, hogy milyen eredményeket fogsz kapni. Ezt a százalékot nekem is felajánlották, hogyha beteszem a leírásba, a videó leírásába a kárvertikálnak a linkjét. Ez a százalék a kárvertikál szolgáltatásához képest százalékos arányban egy igen-igen nagy összeg volt.
Nem tartom valószínűleg azt, hogy mindenki ugyanilyen százalékot kapott, de mindenki kap százalékot. Ezeken a reklámokon felbuzdulva, illetve azon, hogy a használtautó.hu-n is megtalálható a linkjük, az emberek joggal gondolhatták azt, hogy ez végre egy nagyon-nagyon jó szolgáltatás, és ez milyen szuper, a csalókat, óratekerőket le fogja buktatni, akik azt mondják a totálkáros vagy törött autóra, hogy sérülésmentes, azok mind le fognak bukni, de amint látod, mit kapsz érte, egy nagyon nagy szám szerepel a kárösszegnél, ami jellemzően abszolút köszönő viszonyban sincs azzal, hogy mi történt az autóval. Fényképek nincsenek hozzá, ezért nem tudsz viszonyítani. Miért nincs hozzá fénykép? Az amerikai autóhoz van fénykép, mert ott ez nem személyes adat, de Európában személyes adatként kezeli a biztosító, és nem adja ki. Hogy mitől személyes adat egy autónak a fényképe, azt nem tudom, mert kitakarod rajta a rendszámot, és akkor már semmi nincs rajta, de az látszik, hogy az autó mennyire van összetörő, és ez egy nagyon-nagyon komoly segítség lenne. Nekem is van hozzáférésem olyan biztosítós oldalhoz, ahol sérült autókat lehet vásárolni, és azokon az autókon mindegyiken már ki van satírozva a rendszám, illetve hogy ha az előző tulajdonos rajta van, a fényképen valamilyen oknál fogva, akkor ki van satírozva a feje, hogy ne legyen felismerhető. Az egy nagyon-nagyon komoly segítség lenne, hogyha ezek a fényképek benne lennének a kárjelentésekben, és ezek a fényképek a nagy nyilvánosság számára elérhetővé válnának. Így viszont az emberek megkapják ezeket a kárjelentéseket, és mivel nem azt kapják, amit a reklámokban, a reklámspotokban ígért nekik a kárvertikál, vagy amit a weboldalon, a példajelentésben ígért, ezért csalódottak lesznek az emberek. Ha csalódottak, akkor idegesek, mert úgy érzik, hogy átverték őket, és emiatt gyűlölik a szolgáltatást. Érdemes elolvasni, van egy-két olyan videó, ami nem annyira sikerült, érdemes ott elolvasni alatta a kommenteket, hogyan jársznak az emberek. Én is felajánlottam a Máriusnak, hogy kérjen már meg valakit, hogy fordítsa le nekik ezeket a kommenteket. Az nagyon-nagyon beszédes, hogy hogy gondolkodnak róluk az emberek. Amikor a Swiftet és az S2000-esemet lekértem, akkor ugye elkezdett a kis számláló kattogni, és azt ígérték, vagy azt állították ott, hogy találtak adatot. Na most, ha én ezen felbuzdulva megörülök, kifizetem nekik a nyilván az 5004-et, nem az 5008-at, mert még fizetném, hogyha úgy csak éri rajtam senki számon, és nyomok egy entert, akkor megkapom a nagy darab semmit, azt, amit a Marius megsugott nekem az e-mailben, hogy no data for Japan cars. A másik, az az ár. Hát ez igazából az se igaz, az akkor igaz, hogy ha áfát csalok, már pedig nyilván mindenki fog csalni áfát, de ez a NAV problémája, majd ők lerendezik egymás között. A Carvertical egy litván cég, és a Marius elmesélte nekem, amikor még az első megkeresése volt a Covid előtt, hogy Litvániában egy nagyon komoly probléma, hogy rengeteg autó érkezik, kisebb, nagyobb mértékben megtörve, Amerikából, az USA-ból, és hát jellemzően a totálkáros autókat szokták megtákolni, mert az filléreként meg lehet ott venni. Nem egy esetben lopott autóból javítják ezeket a kocsikat, és nagyon komoly piaca van Litvániában, és ez volt az ő motivációjuk, hogy megalapították a Carverticalt, mert ezt a fajta tevékenységet próbálták volna ők megnehezíteni. A szándék gyönyörű, csak mire a szándék végére értek, belé bújt a gyász. Nézzétek meg ezt az arcot, nem azért, mert olyan szép, hanem azért, mert ennek az arcnak van egy nagyon fontos tulajdonsága. Nem eladó. Nincs annyi pénzed, nem tudod megvenni, mert nem eladó. A Becsületes Nep egy YouTube csatornán nem fogsz látni Carvertical reklámot, mert nem vagyok elégedett a szolgáltatással. Én személyesen érintve vagyok ebben a dologban, mert ugye én ebből élek. És amikor jönnek az emberek, akkor ezekre a jelentésekre hivatkoznak, és látjátok, hogy mennyi tévedés van ezekben a jelentésekben. Adminisztratív, vagy egyszerűen nincs is adat, amire azt mondják, hogy van. Az agresszív reklámkampány, a reklámspotok, és úgy egyáltalán a néhány hónap YouTube-os történései kapcsán eszembe jutott egy szlogen,
erről az egész kárvertikálos reklámozásról, meg reklámtevékenységről, meg kollaborációról, hogy ez tiki, mint autós youtubernek a kárvertikál reklám. Itt lett volna ennek a videónak a vége, de a YouTube elém dobott egy másik videót, aminek az volt a címe, hogy csaló autókereskedőt fogtunk. Na, mondom, ez biztos valami kárvertikál reklám volt, gyorsan meg is néztem, Attila S2 videója volt, amiben egy BMW-t nézett meg, ami elég össze volt törve korábban. Ott ebben a videóban elhangzott egy mondat. És értem én, hogy sokan szígyák a rendszert, hogy így szar, meg úgy szar, meg mondhatja a kopasz is, hogy semmit nem ér, és egy átverés az egész. Nyilvánvalóan ezt mondja, különböző okok miatt, de látjátok, hogy néha hasznos tud lenni. Na, ha már így meglettem szólítva, akkor szeretnék erre a dologra néhány mondatban reagálni. Az Attila mondatából én azt vélem érteni, vagy azt sejtem ki belőle, hogy nekem ez érdekem lenne, hogy én herótozzam a kárvertikált, mert akkor az emberek nem nézik meg a kárvertikálon, nem kérdezik le az autókat, és akkor én el tudom adni a szarjaimat jobban, mint egyébként. Itt van ugye ez a szar. Na most ugye itt azért sánt itt ez az egész dolog, mert azt gondolom, az egész munkásságom nem arról szól, hogy próbálom eltitkolni a sérüléseket, meg ilyeneket, mert megmutatom ezt az autót is, hogy sérült volt. Tehát az én munkásságom pont nem arról szól, és tényleg jó lenne egy ilyen oldal, hogyha ez rendesen működne. De a telefonon megkeresett egy autókereskedő, hogy van egy Ford Fiesta-ja, és a kárvertikálon lekérdezték, egy első és egy hátsó sérülés van rajta, az egyik az 70, a másik 90 ezer forint értékben. Tudta az autóról, hogy egy Ford márka szervizben volt fényezve az első és a hátsó lökhárító, illetve a hátsó lökhárítónál egy lökhárító tartót, ezt a kis műanyag vackot, amiben belepattan a lökhárítónak az eleje, azt is kicserélték. Na most az algoritmust ezt szolgai módon, mivel benne volt a tart szócska, hogy a lökhárító tartó, ezt úgy értelmezte, hogy tartóelem sérült, és oda volt írva a megjegyzésbe, hogy fontolja meg az autó megvásárlását, mert tartóelem sérült. Műanyag lökhárító tartó, ugye vagy? Meg amikor a kár az 90 meg 70 ezer forint, az mi? Márka szerint ez két elemfényezés, nagy semmi. És megugrott miatt a vevője. Fölhívott egy másik autókereskedő, hogy van nála beszorulva egy Opel Insignia, egy benzines Opel Insignia, másfél éve vásárolta az autót 140 ezer kilométerrel, és most már azért nem tudja eladni, mert egy csomó ember lekérdezte a kárvertikálon, és mindenki jön vissza, hogy de a kárvertikál rendszerében 180 ezer kilométer van, mert a kárvertikál odaírta, hogy az autó becsült futás teljesítménye az 180 ezer kilométer lehet, másfél éve áll kivonva az autó a kereskedő telephelyén. Erre a kilométerre visszatérve, az edzőm akart magának venni egy plug-in hibrid Outlandert, és hát két autót lekérte ő is a kárvertikálon, és utána megbeszélgettünk, és mondtam, milyen videót csinálok, és hát röhögésbe tört ki, hogy hát mekkora egy kalapszar ez az egész, mert hogy semmilyen érdemi információt nem kapott, olyan fényképek voltak benne, amik hirdetési portálokról származó fényképek voltak, illetve az egyiknél ott volt a grafikon a kilométer futásról, és ugye, ha visszaszámoljuk az autó évjáratát, akkor havi 1600 kilométert mentek az autóval időarányosan, és most a legutolsó időpont az 2021. január volt, ami regisztrált kilométer volt, és oda van írva a megjegyzésbe, hogy az autó becsült futás teljesítménye 2021. negyedik hónapban, 3 hónap múlva 171 ezer. De minek írsz oda ilyen hülyeséget? Tehát az utóbbi 3 hónapban megtettek az autóval 40 ezer kilométert, most, amikor ezt felvesszük, 4. hónap elsője van, tehát még az a 3 hónap se stimmel, de 40 ezer belekerült, és van írva a kárjelentésbe, hogy 171 ezer van az autóba becsülve. Hogy lenne benne? Árulják a hahun fönn az autót. Nem mozdult a kocsi az elmúlt 3 hónapban. Folyamatosan rugózok ezeken a fényképeken, hogy miért nincs törött autó fénykép.
azt kell tudni ezekről a kárjelentésekről, hogy ami Nyugat-Európában készült, az nyugat-európai SGO-rabérekkel, új autóalkatrészekkel készült kárfelvételeknek az összege van ott. Na most, ha lenne hozzá fénykép, akkor az ember el tudná dönteni, hogy az a jármű mennyire volt sérült. Erre az egyik legjobb példa egy tavalyi videón volt, ahol egy 520-as BMW-t néztünk meg, és a jobb hátsó sárvédés, a hátsó lökhárítón meg volt húzva, 120 000 forintból javítottam ki, és a kárfelvételen 2 millió 700 000 forint volt, vagy hasonló. Tehát az nyugodtan elmondható, hogy a nagyon nagy többségében a kárfelvételeknek az abban lévő szám, javítási kalkuláció, illetve a valós javítás az ilyen 10-szeres, 20-szoros szorzó is lehet. 20-szoros az mondjuk olyan, mint az 520-as BMW-nél az ilyen extrém eset, hogyha hülye helyen van itt a sérülés, de ilyen 10-szeres szorzó nyugodtan lehet számolni, és hogyha lenne hozzá fénykép, akkor tudna az ember vele kalkulálni. Amikor a Máriusz megkeresett legutoljára most, hogy akkor dolgozzunk együtt, mert ez mennyire fantasztikus lenne, és mennyit fejlesztettek, akkor én mondtam neki, hogy vannak fényképek a törött autóról, és ugye ment a mellébeszélés, és mondom, azt ígéritek az embereknek, hogy lesz fénykép. Ők ilyet nem ígérnek, de mondom, ígértek. Minden reklámban ott van a sérült autó fényképe, a próbajelentésben, ami a weboldalatokon van, ott van a sérült autó, és mivel minden reklámban ez van, ezért ti ezt ígéritek, és nem tartjátok be. Tehát, hogyha nem tartjátok be, akkor az egy átverés, egy lehúzás, mert valamit az ember megrendel, mikor kifizeti a szolgáltatást, és nem azt kapja meg. Amikor egy autóhoz nincsen adatotok, de a weboldalon azt írjátok, hogy van, akkor az szintén lehúzás, mert elkéred valamiért a pénzt, amit nem tudsz teljesíteni. Láthatjátok, hogy a rendszerben mennyi hiba van. Ha egy rendszer ennyi hibával működik, és ez nem az én kreálom ezeket a hibákat, ez itt van, bizonyíték van rá, hogy ez ilyen. Akkor arról a szolgáltatásról az embernek első felindulásában az jut eszébe, hogy ez szar. Tehát itt nem lehet nagyon ezt a dolgot megmagyarázni. Ez az én véleményem, ha másnak más a véleménye, az az ő saját problémája, vagy a saját dolga. Ez az én véleményem, ezek alapján, a tények alapján. Egy ilyen lekérdező oldalnak úgy kéne működnie, hogy 100-ból 100 találat van, és igazi találat, rendes találat, nem az, hogy becsült kilométer óra, meg ilyenek. És itt nem arról van szó, hogy 100-ból 100, itt 10-ből 10 nem stimmel. És itt ezrelékekben mérhető, kihelyezhető hibahatároknak szabad benne lenni. És ez nem igaz, amikor azt mondja az Attila videó, hogy az én érdekem az. Nem. Az én érdekem az lenne, hogy egy olyan EU-s platform lenne, ahol az összes ország összes adata össze van fésülve, az összes szervíz összes adata össze van fésülve, az összes biztosító fényképe megvan, és az egy jó rendszer lenne. De ez, hát ez minden csak nem az. Mindenkinek kell a pénz, mindenki pénzből él, de hát nem kell minden pénz, legalábbis nekem nem. Úgyhogy az én oldalamon, a Becsületes Nepper csatornán nem fogtok kárvertikál reklámot látni, mert én ezzel a szolgáltatással nem vagyok elégedett. Ez az én személyes véleményem, ez egy szar, és ez egy lehúzás, én is ezt vállalom, de ez az én véleményem. Ha te nem értesz egyet ezzel, vagy hasonló tapasztalatod, élményed van, akkor nyugodtan írd be a kommentek közé, hogy mit tapasztaltál, mi volt jó, mi nem volt jó, akár vertikálosok megolvassák, hogy mi van. Attila, téged még nagyon nagy szeretettel meghívlak hozzám, egyszer vége lesz ennek a kárvertikálos együttműködésnek. Nem azt kérem, hogy most gyere az együttműködés közepén, mert az olyan lenne, hogy fölköptél és halálnál, hanem amikor ennek az egésznek vége, nagyon nagy szeretettel várlak, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, nem akarlak cikibe tenni, nem akarom, hogy egy rossz perced is legyen, gyere el hozzám a telepre, és nézzük körbe itt az autókat, és megnézzük egyesével őket, amelyiket te kiválasztod, és lekérdezzük őket, és megnézzük, hogy milyenek az autók. Kezdjük mondjuk ezzel a sirokkal, amit ugye láttatok az előző videóban, hogy hogyan nézett ki, hogyan van összetörve. Tudjátok mit? Úgy is lesz egy olyan videó, amiben összerakjuk, és akkor majd lekérdezem a kárvertikálon, hogy ez mennyire jó.
Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a feliratkozást, a kis csengőt, akkor kaptok egy értesítést, meg én is nagyon fogok nektek örülni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!